Üdvözöllek a BMW-ben, Magyarország első és egyetlen sorozat terápiáján, ahol senkit sem szeretnénk kikúrálni, sokkal inkább tágítani a popkulturális teret, és megismerni olyan dolgokat, amik színesebbé tehetik az életünk. Mert a mai túlzsúfolt ingergazdag környezetben kell egy hely, ahol segítenek elnavigálni a hatalmas kínálatba, és ahol feldolgozhatjuk a héten tapasztaltakat. A mai adásból megtudhatod, hogy mi nem oké a világunkkal, a Hulu legújabb filméből. Ezen kívül pedig szó lesz a Disney Plus egyik legújabb filmjéről, a Sex Appealről is, valamint a Prédáról is. Tarts velem ma is a következő bő egy órában. Popkultúrára fel! A következő műsorszám meghallgatása mindenki számára ajánlott. Együttműködő partnerünk a Kultúri.hu, Magyarország első digitális képregény platformja. JNA, Brand New Voice. Sziasztok! Jó napot kívánunk mindenkinek! Jó hallgatást! A mai adáshoz itt a JNA Brand New Voice Magyarország első és egyetlen sorozatterápiájához senkit sem szeretnénk kikúrálni, sokkal inkább megfertőzni a legjobb filmekkel, amik manapság streamre kerülnek, vagy éppen bekerülnek az ember vérkeringésébe, meg hasonlóan izgalmas dolgokat tudnak véghez vinni. Itt van velem pályos hölgy, ismerősöm? Melyik a kérdőjel, a hölgy vagy az ismerős? A filmkritikus része. Azt nem is mondta. Az volt a néma. Egyre szürreálisabbak ezek a beköszönők, egyébként észrevette. Persze, mindegyik impro. De sírtalán jönnek. Amennyire random, kicsit ilyen dadaista vibe-jai vannak, de rendben, oké. Okay. Hogy vagy? Neked milyen filmek kerültek be a vérkeringésedbe, ha már itt tartunk? Ó, nekem csak a legjobbak, semmi gagyi film egyelőre. Leszámítva a Sex Appealt, ami hát egy... Érdekes Disney Plus-os. Én már elfelejtettem ezt a filmet, hogy létezik, meg hogy valaha legyártották, aztán emlékeztettél rá. Nem kellett volna. Annyira nem gáz. Tehát az átlag tini filmekhez képest, amiket ma készítenek, és a PC egyében, ahhoz képest annyira nem gáz. De nyilván azért messze van a jótól. Voltak benne eredeti ötletek, de amit igazán Hollywood nem tud meglépni, és ami miatt nagyon bosszantanak ezek a reprezentáljunk különböző kisebbségeket kampányok, ami egyrészt kibaszottul feltűnő, másrészt pedig nagyon őszintétlen, illetve igen, részben a... Hát nem, mert végülis mind a három felhúzható, mind a három fő téma erre a vonalra, vagy legalábbis érinti valahol. Uh-huh. Tehát most is ugye ennek a... Mi volt a címe? Sex Appeal? Igen, már kitörölt az agyam. Ennek is ugye az volt a központi főszereplő, egy neurodivergens, azt hiszem, talán autista. Micsoda? Az biztos, hogy nem volt autista. Valami implikálva volt, hogy valami speciális képességű. Na jó, de most azért, mert valaki túl okos, attól még nem lesz autista feltétlenül. Én úgy emlékeztem, hogy nyilván ez is egy ilyen hülye sztereotípia, de szerintem más is volt. Én úgy emlékeztem, hogy ez semmi volt. Semmi az égét világra nem mutatta. Nem, akkor bocsi. Mindenesetre egy női zsenit próbálnak bemutatni. Ez korrekt. Olyan személyiségvonásokkal, ami hát ilyen tipikus zseni viselkedés. Uh-huh. Úgy, hogy mellette a csaj természetesen fehér, középosztálybeli, felső középosztálybeli Instagram modell, aki minden nap sminkel, meg tökéletesen be van lőve a haja, és a szobája is úgy néz ki, mint egy kibaszott stúdió. Na most nekem ez így kibaszottul nem hiteles. Tehát egyszer mutassanak egy olyan, mondjuk egy olyan női karaktert, ha már a világ legnagyobb Einsteinjének akarják bemutatni, akkor legyen olyan, hogy nincs egy kurva neon felirat a szobájában a háttérben, nincs egy baszott nagy képernyő, ami nézegeti a hülye statisztikáit minden egyes nap, nem egy felső-középosztálybeli kétszintes családi házban lakik egy kertvárosi üzében, negyedben, meg nem úgy néz ki, mint a 800. Barbie vava, tehát hogy... Nekem ez így annyira odavágja, tehát, hogy, vagy hogy mondjam, igazából keresztül húzza az egész pontot, amit ők, nem tudok magyarul, tehát ezt az egész üzenetet, amit ők át akartak adni. Mert végül is ugyanoda tértünk vissza, ahol eddig is voltunk, csinos, középosztálybeli fehér lány, ezért tökéletes szobában, és csak a váz más igazából, a történet váza. De semmi igazán
merész nincs ebben, vagy ennek a karakternek a bemutatásában. Nem is hiszem, hogy az volt a feltétlenül a cél. De igen, mert mellette meg ugye ott vannak a leszbikus szülők, akiket nyilván megint csak kötelező volt betenni. Ott van a gay best friend, aki nem gay. Kvázi. Az ki volt? Hát a srác, akivel végül feltételezhetően összejöttek. Ja, aki bele volt zúgva, igen, az nem tudom, hogy lehet belőle. Aki nem gay. Hát már kb. Az volt. De hogy igazából olyan volt kicsit, mint a csókfülke, újra gondolva. A csókfülke jobb volt. Mind a kettő borzasztó, szerintem. Ez olyan szempontból jobb volt, hogy legalább mertek beszélni a szexről, úgy, mint ahogy egy tinédzser beszélne a szexről. Ez volt az egyetlen hiteles mozzanat az egészben. Már abszolút nehéz félre, de szerintem az volt a legrosszabb része, amikor megpróbáltak erről beszélni, mert az, ahogy csinálták, az katasztrofális volt. A premisz is, pontosan nem is a maga a premisz feltétlenül, hanem inkább maga az applikáció, amit csinálni szeretett volna. Abszolút az volt egy kicsit. Meg hát annyira látszik, hogy nem voltak olyan emberek közelében, akinek az IQ-ja magasabb, mint 90. Tehát, hogy, de tényleg, tehát azt hiszik, hogy igazából szerintem kurvára derogált, vagy legalábbis nekem több ponton derogált ez az egész karakter, mert hogy úgy akarták beállítani, mintha valami egyszer lenne full zseni, meg sík idióta, és miközben hoz minden olyan vonást, amit egy fiatal női karaktertől elvárunk az összes létező hasonló tini filmben. Ha érted, mire gondolok. Kicsit túlzottan sztereotípnek látott szerintem ezt a figurát, azért ennyire nem volt rossz. Nyilván egy nagyon-nagyon tucat karaktert próbált bemutatni, nyilván egy nagyon tucat helyszínbe, amiből tulajdonképpen a legnagyobb problémám egyébként tényleg maga az applikáció köré épülne fel, nevezetesen az, hogy tudsz elindulni egy olyan versenyen, ahol intelligensnek kéne lenned, és valami kreatív dolgot kéne létrehoznod egy szexualitást támogató applikációval. Nekem ez a része jobban zavaró volt, mint bármi más ebben az egész filmben. Szerintem semmi baj nincs, mármint, hogy épülhet-e köré a téma köré az egész, viszont ebben semmi zseniális nincs, ahogy említetted, másrészt pedig magában az abban sem volt semmi úttörő. Tehát még azt megérteném, hogyha mondjuk valami oké, épüljön a szexualitásra, de valami, mutasson valami újat, de igazából ez, meg hát alapban ez az egész verseny nonsens volt, tehát... Hát a verseny maga az még nem feltétlenül nonsens, mert azért vannak ilyen versenyek Amerikában. Persze, hogy vannak, de nem egy hét felkészülési idővel, vagy mennyi. Neki sem egy hét felkészülési ideje volt, szerintem volt egy hónap. Nem emlékszem egyébként, de akkor hajrá az egy hónap alatt fejlesztett úttörő applikációikkal a tinédzsereknek. Nem hiszem, hogy azért egy ilyen verseny így működne. Na jó, de ez egy film a nap végén. Illetve az ötlete is, tehát az egész filmnek az alapfelvetése rendkívül nagy baromság, mindegy, azért szerintem érdemes megnézni, vagy legalább elolvasni, miről szól, de... Látom, órákat tudnál rendelni erről a filmről. Igen, részegen élvezetesebb, mint józanul, maradjunk ennyiben. És szerintem térjünk át a fő témára, mert mielőtt. Jó, végül is. Hogy mondjam, én egyébként nem láttam egyébként ennyire drasztikusan szarnak. Jobb, mint egy átlagos Disney film, Disney Channel film. A Hallmark filmnek a színvonalát majdnem meg tudja ütni, de azért még nem, mert nem volt benne annyira romantikus, meg semmi ilyesmi. Igazából egy ilyen tipikus trendy tini film, ami, hogyha ma lennél 14 éves, akkor valószínűleg tök más gondolnál róla, mint így felnőttként, de nyilván egy nem kiemelkedően szórakozató filmről van szó. Tudod, mit juttatott eszembe? Mit? A He's All That. Jézus, hogy jó Isten, hol kötünk ki? Tehát ugyanúgy sokat akart mondani, de valójában nem mondott semmit, és az egész egy ilyen borzasztóan unalmas. Én nem vagyok meggyőző, hogy ez a film akart bármit is mondani, míg a He's All That-nél azért ott volt benne. De He's All That semmi más nem akart mondani azon kívül, amit az eredeti is akart mondani. Ami szintén nem volt valami sok. De ott legalább élvezhető volt a sztori. Végül csak az egyik kedvenc filmembe tipolt bele, oké, jó, semmi baj. Nem, csak figyelj, tehát én úgy vagyok vele, ha már modernizálni akarjuk a dolgokat, akkor ez ne abban nyilvánuljon meg, hogy minden sarokra beteszünk egy meleget, mert ez nem valódi reprezentáció, hanem akkor vagy legyenek olyan meleg karakterek, akik azon kívül is szerethetőek, hogy nem ez az egyetlen személyiségvonásuk, mint ahogy egyébként volt egy nagyon jó Netflixes, azt hiszem Netflixes film, ami pont egy ilyen szexualitását kereső lányról szól, aki ráadásul ázsiai, szóval ugyanúgy ki volt pipálva az összes... Ázsiai? Kis... Aha, nem emlékszem már a címére. Nem, azt a például, Never hogy... I Have Ever...
Nem. Volt. Mondjuk az indiai volt. Nem, ez egy ázsiai csajról szólt, aki hát titkon rájön, hogy szerelmes az egyik osztálytársnőjébe, közben egy csávó elkezd neki flörtölni, akivel később barátok lesznek, de ez egy ilyen tök egészséges dolgot mutat be, meg az úgy hiteles is, meg szórakoztató is volt relatíve. De ezek, tehát mind a Zsoldát, ahol teljesen, vagy Zsoldát, bocsi, teljesen indokolatlanul benne volt egy leszbikus szál, ami egyébként a legjobb része volt az egésznek, mert az összes többi halálunalmas volt. How? Meg, de hogy mellette ugyanúgy nem tudott semmit hozzátenni, sőt, még talán el is vett az eredetitől, vagy annak a bájából. Már ne is félre. Ahhoz képest, hogy tavaly mennyire dicsérted ezt a filmet, hogy mennyire jó lett, ahhoz képest, hogy micsoda. Most még már ott tartunk, hogy elvett a bájából, mert mit ennek a filmnek soha nem volt bája? Nem emlékszem, hogy dicsértem volna, hogyha igen, akkor lőj le. Hogy menj vissza az időben, és ölj meg. Konkrétan azt mondtad, hogy mennyivel jobb, mint amire számítottál, mert hogy jól tény, használták hogy a dolgokat. Jobb volt, olyan szempontból volt jobb egyébként. Ami nagyon tetszett, hogy berakták az anyját, akit ugye szintén Rachel Lee Cook játszott. Egy kicsit bemutatták, hogy ez az influencer világ, amit ugye a csaj, vagy amiben él, az igazából egy ilyen álca, vagy egy hamis kép, mert hogy mellette meg az egyedül, tehát ugye a gyerekét egyedül nevelő ápolónő, aki hát alig keres valamit, meg az egyszobás lakás. Azt képest milyen jó pecójuk volt. Hát egyébként visszavettek kicsit a pecóból, mert legalább nem ez a standard 8 emeletes palota volt, ami a legtöbb amerikai filmben. Azt tök jól megcsinálták, meg így kb. Ennyi. Egyébként mindezeket a dolgokat egy olyan ember mondja, aki elkezdte nézni az eredendő bűnt. De én azért kezdtem el nézni az eredendő bűnt, mert egyébként tökéletes ivós játékot lehet csinálni azzal, hogy valahányszor elhangzik valaki szájából egy abszolút oda nem illő mondat, ami vagy az etnikai hovatartozásáról szól. Egyébként hamar a detoxon kötnél ki, viszont tökéletesen jellemzi azt, hogy miért nem tudnak most már eredeti sorozatokat csinálni, vagy olyan sorozatokat, mint mondjuk anno a most mondok egy tökre nem ide illő példát, a Jó barátok. Mert ott még szabadott offenzívnek lenni addig, amíg ez humoros volt. Persze. Itt meg minden mondatba bele kell csempészni egy kis politikai kommentárt, és ez nagyon hiteltelenné teszi az amúgy meg tök jól működő dialógokat. Én abban nem hallottam nagyon jól működő dialógokat, de hogy érzed? Nem is akkor a dialógokra mennék rá, inkább így a setting, tehát a szerintem alapvetően a setup az nagyon, jó. Nagyon tucat. Igen, de annak jó. Tehát most a slashert az ember általában nem azért nézi, hogy valami nagyon egyedit kapja. Már ne is félred, egy slasherben halnak az emberek. Itt nem nagyon haltak az emberek két rész alatt. Illetve jó, ha haltak is, nem úgy, ahogy... az egész, igen. De... És azért streamingen vagyunk, szóval itt azért nem kéne feltétlenül ennyire nagyon-nagyon lájtosan menni. Jó, de ki a célközönség? Nyilván a 14-15-16 évesek. Attól még nem ez a megoldás. Tehát az eredeti sorozat sem próbált meg izé lenni, és azért az... Igen, tehát a Hazug Csajok Társasága, aminek ugye ez a spin-offja, az se volt olyan nagyon merész, sőt engem egy nem, idő ez a után eszméletlenül elkezdett idegesíteni. Na jó, de figyelj, tehát azért van különbség, amit megcsinálsz egy kábelcsatornán, ami családbarát, meg amit megcsinálsz egy streamingen. És azért a kettő között ég is volt a különbség. Sokat több minden férne bele, szerintem az eredendő bűnbe, amit megtehetnek az HBO Maxon, mint amit annak idején megtehettek a Freeformon. Engem különösebben egyébként nem zavar, hogy nem folyik a vér minden egyes képkockán, csak annyi, hogy van, lenne egy tök jó setting, azt szerintem te is elismered, hogy egy tök jó kis kisvárosi... De itt kimerül nekem, tehát nekem, nekem ott, nagyon nem tetszett például maga a városnak a bemutatása. Bemutatták a várost, azon de túl, ugyanaz, hogy van pizzéria. Ugyanabba a csapdába esett, mint a Riverdale, hogy volt egy tök jó hangulat, meg egy nagyon jó vibe-ja az egésznek. Ott is nekem nagyon tetszett ez a retro keverése a modernnel, ez itt is megvan valamilyen szinten, és azzal rontják el, hogy minden egyes mondat eszméletlenül oda nem illően politizáló, és nagyon, nagyon cringe az egész ezáltal. Érdekes, hogy valahogy azok a filmek, amiket az utóbbi időben megnéztél, az mind tele van ilyen politikai üzenet. Tehát ez egyébként nem abszolút lenne. Nem érdekes szerintem, mert tele van a... Igen, de pont ez a probléma. Tehát ezért kéne olyan filmeket nézni, mint amit én is csináltam a héten.
Prey. A Préda. Nincs benne politikai maszlag. Abszolút zseniális film. Nagyon-nagyon szórakoztató. Kamáncsékról szól, ugye az Indian törzsről, és ez baromira jó. Tehát ahhoz képest, hogy egy Predator film, ahhoz képest eszméletlenül jó lett az egész. A közönség imádja, a kritikusok imádják, mindenki szerint új életet tudott lehelni az egész Predator franchise-ba, és annyira, hogy mondjam, tehát körülbelül ugyanazt tudnám elmondani rá, mint egyébként a Maverick-ről, amit el tudunk mondani, hogy mivel nincs benne ez az egész maszlag, nem kell PC-nek lenni, meg semmi ilyesminek, ezért rohadtul tudod élvezni az egész filmet. Te most a Maverickhez hasonlítottad a Preyt. Nem. Emlékszem rá. Hogy mondjam, tehát mind a kettőben az a legkülönlegesebb része bizonyos szempontból, hogy tényleg nincsen benne egy ilyen politikai agenda, ami szerintem ritkoság. Nagyon jó. Igen, ritkoság, és ezért is tudod annyira nagyon értékelni, és valószínűleg ezért tűnt annyira jónak ez a Préda. Egyébként halka jegyzem meg, hogy szerintem baromira jó volt ez az egész film. Ugye... Mármint iróniát félretéve, meg szarkazmust? Persze. Oké. Okay. Én tényleg baromira élveztem. Tehát komolyan az a 90 valahány perc, amíg tartott ez a film, az engem nagyon-nagyon elszórakoztatott. Tök jó volt a története, kellően hátborzongató volt, lehetett volna egy kicsit még félelmetesebb, lehetett volna egy kicsit még jobban rájátszani ezekre a dolgokra, meg erre-arra. Kicsit, de igazából a karakterekkel éppen időt töltött el, a lényt ezt éppen elég ideig mutatta, elég sokan próbálták meg levadászni, elég érdekes volt az, ahogy ők vadásztak a lényre, meg ahogy a Predator is vadászott rájuk, az is tök érdekesen volt tálalva. Úgy Isten igazából, ez egy olyan franchise, amit én soha nem szerettem, soha nem rajongtam érte, hogy János Schwarzenegger 80-as évek, ott kezdődött minden. Aztán jött a Money Making, és valahogy a Predator talán 2018 környékén, amit szerintem én már nem is láttam, ott úgy végleg elment, ellavagolta a kis napnyugtájában, és azért sem merték bemutatni egyébként a Disney-nél, ugye 20th Century Fox-nak a filmje. Azért nem merték bemutatni, mert ugye a 2018-as nagyon-nagyon durván tönkretette a renoméját, viszont mivel most mindenki nagyon imádja a Predatort, ezért, hogyha lesz folytatás, már pedig lesz folytatás, ez tök evidens, meg tök egyértelmű, mert baromira kis költségvetésű projekt, és hogyha ezt a következő filmet valószínűleg már moziba is fogják betenni, akkor onnantól kezdve pedig igazából már meg is tud térülni, és visszaállították az egésznek a renoméját, ergo újra el lehet kezdeni futószalagon gyártani őket. Vim-vim. Ami nem tudjuk, mennyire fogja ott tenni az emberiségnek hosszú távon, de... A Predator franchise egyébként egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert halálpontosan az, amire azt érzed, hogy nincs semmi szükséged. Szerintem legalábbis nekem abszolút nem volt semmi szükségem. Mondom, én nagyon kevés Predator filmet láttam, soha nem rajongtam értük különösebben. Max akkor, hogyha az élénekkel kell megküzdeniük, mert az egy tök jó koncept. Viszont valahogy itt volt története, volt karaktere, volt valamilyen szinte mondani valója is. Láttunk látványos jeleneteket, de nem vitték túlzásba. Valahogy sikerült egy olyan low budget filmet csinálniuk, ami nem érzed azt, hogy low budget. Mm. És közben mégis. Helyén volt a látvány, nem volt semmivel semmi probléma, tök jó voltak a karakterek, tudtál törődni velük, érdekeltek, volt valamiféle mondani valója is a történetnek, és az egészben az a legdurább, hogy szórakoztató volt. Szerintem ez a legfontosabb, hogy egy ilyen film az szórakoztatónak kell lennie, és muszáj, hogy tudjon hozni egy szintet, és a többi Predator az utóbbi 10-20 évben szerintem nem tudott hozni semmilyen szintet, és ezért érzed azt, hogy ez egy annyira üdítő dolog. És innentől az engem is valószínűleg egy kicsit jobban fog érdekelni majd a Predator franchise, de mert tényleg csak, hogy belegondolsz, akkor az, hogy a kamáns indiánoknak az idejében játszódik 300 évvel ezelőtt, az már alapjáraton egy sokkal érdekesebb setting, nem? Bizonyára. Mindenki szereti az indián filmeket. Igen, de azért, mert érdekes volt, mert a vadászatról tanultál benne, és valahogy úgy visszarepített egy olyan korba, amikor a vadászat még tényleg vadászat volt, és az embert, még a nők is azon dolgoztak, ugye a női főszereplője volt ennek a filmnek, azon dolgoztak, hogy minél jobban beilleszkedjenek a férfiak köré, ők is tudjanak vadászni, hogyha éppen arról van szó, meg tudják védeni saját magukat és a falujukat. Szóval nagyon-nagyon érdekes koncepció volt, és nagyon-nagyon érdekes volt szerintem ez az egész film is. Meg egyszerűen valahogy volt benne, nem tudom, mi az a szó, amit ilyenkor az ember keresni szokott, tehát mi kell szerinted ahhoz, hogy egy film különleges legyen, vagy különlegesnek érezd egy bizonyos szintig? Mindig más, most vagy a sztori, vagy a hangulat, vagy a képi világ. Ezek mind megvoltak. Akkor nagyjából ennyi. Megvolt ez a sármia, gondolom. Hát azt nem tudom, hogy sárnak nevezhetjük-e, hogyha női főszereplő van benne, de... Tudom, még a filmnek lehet sármia. Jó, tehát inkább sármos, mint cuki.
Tehát... Hát valahogy a Predatoron nem az lenne az első szó, ami beugrik, hogy cuki, de... Hát de női főszereplője volt. Lehetett volna. Érzed. Lehetett volna cuki. Na mindegy, szóval szerintem ez egy iszonyatosan jó film volt, engem nagyon-nagyon meglepett az, hogy mennyire szórakoztató volt, és tényleg le tudott kötni a játék idejére. Érdekes volt a setting, nagyon-nagyon jó volt a közeg, amiben játszódott, és egy percig nem éreztem rajta azt, hogy bármi fölösleges dolog lett volna benne, és ezek annyira kis ilyen nüansznyi dolgoknak tűnnek, de közben valami mégis annyira sokat tudnak hozzátenni az egész élményhez, az egész, nem tudom, az egész filmhez, a létezéséhez, és valahogy tényleg azáltal, hogy ez tipikusan egyébként az is egy nagyon érdekes kérdés benne, hogy ez egy tökéletesen jó streaming film. Kis költségvetés, mégis nagyon-nagyon szórakoztató, mégis rettentően látványos, nagyon-nagyon jó hangulatra épül, jó karakterekkel, jó történetet mesélt el, úgyhogy én mindenféleképpen nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez a film létezik, és hogy ez a Disney Plus-on debütált a múlt héten, és egyébként a Disneynek a legnézettebb produkciója volt, pontosabban a Hulu-nak Amerikában, szóval... Ez mondjuk meglepő. Eléggé meglepő egyébként szerintem is, de ha belegondolunk, hogy ez még csak egy régi franchise feltámasztása, ami rögtön streamingre megy, annyira azért nem meglepő, csak nyilván az, hogy nem csak Amerikában aratott ilyen nagy sikereket, hanem tulajdonképpen egyébként a világ minden országában nagyon-nagyon nézett volt, szinte mindenhol az első helyen nyitott, de főleg ugye Amerikán kívül Dél-Amerikán volt az, ahol nagyon-nagyon tarolt az egész mozi, úgyhogy hát nem tudom, én csak gratulálni tudok ennek a filmnek a sikereihez. Ennyi volt, befejeztem a Predatorról való áradozásomat, mert szerintem ez egy tök jó film, és igazából mindenki inkább nézze meg, mint hogy itt húzzuk az időt vele. Áú, köszönöm szépen! Jó. Mi a bajod vele egyébként, vagy miért vagy ennyire? Ja, nincs bajom, csak nem láttam. Tehát ugye az elmúlt fél órás ömlengésről nem ami tudok... Ami 5 perc? Nem tudok nyilatkozni. Hát már ne haragudj, mindenképpen a leírásod alapján mindenképpen jobb, mint amire gondoltam eddig. Hát szerintem sokkal szórakoztató megtérek baromira ott van a szeren. Illetve hát, ahogy nézem, az értékelések is azért eléggé pozitívak, bár nem tudom, hogy hányan értékelték eddig. Sok. Most ugye a Rotten Tomatoes-ról beszélünk. De azért elég magas, mind az audience score, mint pedig a kritikusoknak a véleménye is eléggé pozitív, hát kíváncsi leszek. Mert ez egy ilyen nagyon-nagyon jó kis popcorn mozi, amit tényleg tökéletes streamingre, és annyira brutálisan jó érzés ott nézni, hogy egyszerűen tényleg elszórakoztat, és egy pillanatra ki tudsz kapcsolni a valóságból. És nekem nagyon hiányoznak az ilyen filmek egyébként. Plusz azért ez nem az a Michael Bay kategóriás akciófilm volt, hanem ez egy sima ilyen vadászós film, és emiatt szerintem sokkal érdekesebb is tudott lenni. Új műfaj született, vadászós filmek. Szerintem kéne egy ilyen műfaj. Én nagyon élvezem. És ez lenne az első. Valószínű. Bár nem, mert a westernnek nagy részét is oda vehetjük. Westernek azok westernek. Az egyik kedvenc westernem az a... Mi volt a cím, basszus? Akkor ez jó film. Elfelejtettem, de mert kb. 9 évesen láttam. És azt tudom, hogy akkor a Richard Harris volt a kedvenc színészem. A felhezem, ő volt benne? Igen, Richard Harris volt benne, de fiatalon, relatíve. És egy nagyon, nagyon régi western volt. Épp hogy színes, kb. Nem egyébként már bőven, de arról szólt, hogy hát gyakorlatilag egy sheriff, miután megölték a családját, bekattan, és hajtóvadászatot indít, ilyen egyszemélyes hajtóvadászatot. Pont úgy hangzik, mint a Walker Independence jövőre. Pont úgy hangzik, mint bármelyik másik veszten. De igen, tehát ott is ugye ő üldözi a gyilkost, közben egy mexikói halálos kopók, az volt a címa. Na, csak sikerült. Közben egy mexikói rendőr őt üldözi, szóval egy nagyon tipikus vadász film, vagy vadászós film, vagy hogyan fogalmazta. Rá lehet fogni, igen. Oké, okay, jó, legyen. Oké. Okay. Jó, hát akkor ennyit a Predatorról, szerintem mindenki nézze meg, aki még nem látta. Nagyon sok helyen egyébként fönt van a 2022 legjobb filmjei között is, úgyhogy igazából tök jó. Uh-huh. És... Nem tudom, miről szeretnél beszélni, szerintem maradjunk a Disney Plusnál, ha már úgyis őket hoztuk szóba. Néhány hete volt egy nagyon-nagyon jó kis debütálásuk, Zoe Dutch főszereplésével, vagy Dutch főszereplésével, ki hogy szereti ejteni, én mikor, hogy. Hát ha Dutchosan, akkor Dutch. Ha Dutchosan, vagy... akkor meg Dutch. Értem. Jó, semmi baj. Szóval, komolyra fordítva, nem oké, okay. Beszéljünk erről. Már ha szeretnél. Beszéljünk arról, hogy miért nem oké. Igen. Jó, hát akkor kezd nyugodtan. Nekem oké. Hát, neked oké, nekem is oké. Meglepő egyébként, hogy Disney Plus-on lehet találni ilyen gyöngyszemeket.
Jelenleg a legjobb streaming szolgáltató Magyarországon, szóval annyira nem meglepő. Nem is tudom, hol lehetne kezdeni egyébként ennél a filmnél. előre bocsájtva kb. Annyit, hogy zseniális volt szerintem. Uh-huh. Kezdjük a sztorival, igen. Van egy tipikus Z-generációs főszereplőnk, aki Zoe, de szerintem simán Z-generációs. Vagy Z vagy millennial közötti. Zillennial most már a terminus erre, tehát 25-26, max 28, uh-huh. Tehát ilyen 30-at még nem elért. Azt nem, szerintem 25 körül. Hát ja, kb. Ilyen 25 körüli csaj, aki egyébként egy olyan problémával küzd, amiről nem esik szó egyáltalán szinte semmilyen médiatermékben. Ez így igaz. Ami egyébként azért is meglepő, mert hogy ugye ami az előbb a témánk volt, hogy mindenben raknak valamilyen szociális vagy politikai kommentert, az egyébként pont azt szülte, hogy aki ilyen szempontból úgymond nem tartozik marginalizált vagy kisebbségi csoportba, annak a problémái gyakorlatilag észrevétlenek maradnak. Uh-huh. És itt is az volt igazából a filmnek a központi konfliktusa is, meg az egész kiváltó oka az eseményeknek, hogy adott egy relatíve jó módban élő lány, aki viszont iszonyat magányos, de ez senkit nem érdekel, mert senki nem feltételezi róla, hogy az. Merjünk párhuzamot húzni egyébként a Jokerrel, vagy ez még túl korai lenne ezen a ponton? Szerintem nagyon más. Egyébként szerintem nem hülyeség, amit mondasz. Bár távol áll ez a karakter a női Jokertől. Nem is kimondottan, hanem ugyanúgy mind a két film mentális problémákkal próbál megküzdeni. Nyilván a Jokerben sokkal inkább a tragikus oldaláról és a lecsúszottabb élethelyzetből, még itt a... Ez a depressziónak a sokkal hétköznapi arcát mutatja meg. Illetve egy kevésbé kisarkított változatát. Egyébként ami még érdekes, hogy felhoztad így a Joker párhuzamot, ez tök jó, mert a filmnek a fogadtatása is sok esetben hasonló volt a Jokerihez. Nyilván nem a mértékét tekintve, viszont ugye a Jokernél is az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy szimpatizál a film a főszereplővel. Uh-huh. Mert mit csinál egy főszereplő, érted? Hát csak hogy ugye az emberek fejében az úgy él, hogy ugye Joker gonosz gyakorlatilag. Uh-huh. Ő egy villán, ő egy gonosz. Nem látják igazából sokan a filmnek a valódi üzenetét, hogy ezzel nem ezt a viselkedést, vagy nem ezt az egész Joker létet tartják, hogy mondjam, elfogadhatónak, vagy ideálisnak, vagy megbocsáthatónak, vagy bárminek, hanem egyszerűen bemutatják, hogy mi vezetett el idáig. Uh-huh. És itt is ugye nagyon sokan írták erről a filmről, hogy nekik azért nem tetszett, mert hogy szimpatizál a főszereplővel, és egyébként vicces, hogy az elején rögtön úgy kezdik, hogy figyelem a film felkavaró jeleneteket, és egy nagyon unszimpatikus főszereplőt tartalmaz, de hogy ennek ellenére úgy jött le az embereknek, hogy itt a főszereplővel szimpatizálnak. Ami egyébként szerintem itt két külön kell választani, az empátiát meg a szimpátiát, mert empátiát kelt a nézőben szerintem ez a film is, és a Joker is. Szimpátiát a tetteivel kapcsolatban, vagy magával az emberek kapcsolatban viszont nem feltétlenül. És szerintem az emberek sokszor keverik ezt a két fogalmat. Erről nekem egyébként Anna Kendrick jut eszembe, akit említettél a múltkor, hogy ő is mindig ilyeneket játszik. Anna Kendrick mondjuk iszonyat unszimpatikus karaktereket játszik, akivel azonosulni se tudok soha. És hiába, meg valahogy a motivációit se tudom megérteni sokszor. Mm-hmm. Tehát Anna Kendrick az ügyeletes bitch. Mármint aki tényleg így... Sose fogom megérteni egyébként, hogy miért menne állat, aki bőmbet nem nagyon láttam. De nem Anna Kendrickkel van a baj, vagyis nem magával a színésznővel. De konkrétan az, ahogy ő kinéz, tehát a külsei alapján neki a cukicsajnak kéne lenni, nem a bitcheknek. Nem, tudom, tehát külső alapján akármi lehet, de minden esetre minden karaktere, akit eddig láttam, hogy a karakterei nagy része, az ilyen iszonyat stand-off is, tehát mi az az éneklős film? Áú! Bocs, nem szeretem a musicaleket, meg egyebeket. Elég szomorú, pedig a musical egy jó műfaj, képzeld el, a Joker 2 is musical lesz Lady Gaga-val. Igen, hallottuk róla, ne szaladjunk ennyire előre, mi volt a cím ennek? Vagy miért beszélünk egyáltalán annak Hendrikra? Nem tudom, hagyjuk akkor annak Hendriket. Szerintem bele vagy zúgva. Valahogy minden beszélgetésünkben előkerül valahol az a csaj. Egyébként van benne valami. Abszolút van benne valami. Én egyébként nem tartom őt annyira unszimpatikusnak, mert a karaktereket, akiket ő életre kelt. Én valamiért tudok vele, ha nem is kimondottan azonra súlni, de mindenféleképpen szimpatizálni, legrosszabb esetben is. Zoe Ducha viszont itt a figurájával nem annyira tudta.
el, mert igazából ez egy tényleg egy bitch volt. Szerintem egyáltalán nem, én pont fordítva látom. Egyébként szerintem nem bitch volt, hanem éretlen. És azonosulni nem tudtál vele feltétlenül, de emberte 35 évesen is az vagy. De nem ennyire, nem ilyen szinten. De itt igazából egy kortörténeti jelenséget ír le ezen a szereplő által. Igen, de egyébként, ha itt is belegondolsz, akkor a közösségi médiának köszönhető azt a pozíciót, amiben ezt az egész filmet beletette, nem? Hogy érted? Mármint, hát, hogy ki a főszereplő? Persze. Tehát pont ez volt a lényeg. Itt igazából, hogyha végigmondhatom a gondolatmenetem, amit elkezdtem az elején. Gyönyörűen, addig kimegyek popcornért. Hogy figyelj, miután egy órát beszéltél a... Nem volt öt perc. Egy olyan filmről, amit nem láttam. Szerintem igazán belefér. Elég nem láttad. Szóval lényeg az, hogy visszatérve arra, hogy itt a Joker párhuzam és egyebek, itt az egész kiindulási alap az, hogy adott egy lány, aki első ránézésre mindene megvan, minden fasza, élveznie kéne az életet, viszont nem tud sehova kapcsolódni, amihez szerintem elég sok ember tud, tehát amivel elég sokan tudnak azonosulni. Nem csak a mi generációmban, hanem gyakorlatilag bármely generációból, de szerintem az generációt meg az előtte lévő millennials generációt, aki nem tudom, hogy Y talán. Az, igen. Hát jó, mondjuk az ABC-ben az van előtte, szóval igen, nekem is kéne egy kávé. Nem ártana. Szóval... Vagy bor, vagy hát valami. Hát vagy az. Én mondtam, hogy várjál borral az adások előtt. Hát... Sokkal szórakoztatóbb lenne. Szerintem nem, mert akkor is ugyanúgy beszélni non-stop. Szóval igen, tehát hogy azzal sokan tudnak azonosulni, hogy igazából nincs egy hovatartozás érzése a csajnak, tehát nem érzi úgy, hogy ő része volt bármi jelentősnek, hogy az életében voltak olyan pillanatok, aminek van súlya, vagy van értéke. Uh-huh. És ez szerintem egy igazán univerzális élmény sokaknak. És ez volt az egész, ami kiváltotta. Mellette egy elég nagy képzelőerővel van megáldva, és elég éretlen is sok szempontból, érzelmileg mindenképpen. És, igen, főleg úgy. És itt az egész konfliktus kiváltó oka az igazából pont ez, hogy az emberek egész addig, amíg tényleg nem éltél át valami kellőképpen traumatikusnak ítélt eseményt, vagy nem vagy része egy olyan csoportnak, akiket mondjuk történelmileg elnyomtak, akár vagy bármilyen kisebbségnek, vagy értetted, hogy nem tűnsz ki semmivel, tehát egy átlagos ember vagy, nem vagy se szegény, se kisebbségi, se meleg, semmi. Így viszont gyakorlatilag úgy mennek el melletted az emberek, hogy egy percig nem gondolnak bele, hogy neked is lehetnek elég súlyos problémáid, és küzdhetsz magánnyal, depresszióval, stb. Valahol mindenki küzd ilyen dolgokkal, szóval. Igen, hát mindenki. Hát szerintem az életében legalább egyszer mindenki megtapasztal hasonló érzéseket. Mindenesetre itt ennek az egyvelege vezetett ahhoz, ami egyébként egy nagyon... hogy mondjam, első látásra egyébként elítélendő, viszont ebbe a kontextusba helyezve szerintem nagyjából magától értetődő végkifejlet, illetve tettek a csaj részéről. Illetve itt még hozzátenném, hogy ami miatt szerintem nem kéne utálni nagyon ezt a karaktert, vagy nem annyira, mint ahogy az emberek utálják, az, hogy neki nem ez volt a célja, tehát nem ezzel a céllal kezdte el azt, amit elkezdett most is spoilerek nélkül, hogy ebből haszont szerezzen, hanem véletlenül keveredett bele egy elég szar szituba. Na jó, de azért az, hogy véletlenül keveredett bele ebbe a szar szituációba, ott azért lett volna egy csomó pont, amikor előállhatott volna, és abba hagyhatta volna az utazást. Persze lett volna, de itt jön be az, hogy akkor nagyobb volt az az igény, hogy kitörjön a szürke, unalmas életéből, ahol senki nem veszi észre. De ettől nem válik túl önzővé a karakter? De hát ettől lesz emberi. Vagy most igazából nem lenne film, hogyha ez a karakter nem lenne önző, illetve szerintem meg tök hiteles, ironikus módon. Ugye ez az egész központi téma, az a csalás köré épül. Nem tudom, mennyire akarsz spoilerezni. Szerintem nagyon nehéz, igen, nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy ne menjünk bele spoilerekbe. Bár én nem szeretnék egyébként spoilerezni feltétlenül, de... Szándékosan én sem, csak aztán majd kijön a számom. De igen, hát amit talán így a trailerekből is kiderül, hogy... A csaj gyakorlatilag azt hazudja, hogy ott volt egy párizsi terrorcselekmény helyszínén, azért, hogy ebből később ugye szimpátiát és egyéb társadalmi piros pontokat zsebeljen be.
Pedig mennyivel egyszerű volt, amikor csak azért akart Párizsba menni, mert hogy kapott egy igen, írói ösztöndíjat, vagy igen, nyilván az egész egy pasival kezdődik, hogy a pasinak jó képet akarunk mutatni a közösségi médiában. Akit egyébként Dylan O'Brien játszik. Dylan O'Brien játszik zseniálisan, abszolút vicces a... Teljes egészben úgy néz ki, mint a csávó Saturday Night Live-ból, akit ki nem állhatok, és halálpontosan azt hozza. Nekem is Pete Davidson vibe-jai vannak. Nagyon-nagyon durva, és egyébként általában szándékos is volt. Ez, szóval... Akkor viszont zseniális, mert én amint megláttam, mondom, baszki, ez Pete Davidson. Hát nagyon hasonlított rá, csak még... Igen. Igazából nem is még, hanem inkább kicsit lightosabban talán. Szerintem Pete Davidson ennél keményebb. Szerintem azért nem, tehát... De hogy is nem. Szegény Pete. Mindenesetre nekem az is nagyon tetszett, hogy egyébként vígjátéknak indult. Mikor? Szerintem maga a Dylan O'Brien karaktere 90%-ban. Ja, az a karakter egyértelmű. Görcsöt okozott nekem. De végig? Igen. Nem változott. De nem végig, mert volt az az egy jelenet, amit nem akarok lelőni viszont. Ami egyébként a film csúcspontja volt. Ami az egyik csúcspontja volt a filmnek. Az szerintem iszonyat elgondolkodtató, és ott utána úgy csöndbe is maradtam egy darabig, mármint így a, hogy wow. És hogy mennyire tényleg... Hogy ezért a pasiért adott gyakorlatilag... Föl mindent is hazudott. Föl mindent is hazudott mindenkinek, ja. Hát jó, csak hogy mondjam, ez a pasi ez körül pont úgy viselkedik, meg úgy cselekszik, mint ahogy kinéz. Persze, abszolút, de hát ez is része ugye annak az üzenetnek, amit a film részben meg akar fogalmazni, hogy ez az egész látszatvilág, ez tényleg látszat, tehát hogy amit látsz, Az egy ilyen kiszínezett verziója annak, ami történik a valóságban, és ha valaki a valóságban seggfej, akkor hiába van fent 80 olyan kép róla, amin egy, ő a világ legkulabb embere, attól még ő ugyanaz a seggfej marad, aki persze. Volt. És ez a realizáció, ez egyébként időben jön el, szerintem. Mert mint kinek az oldaláról? Hát a csávó soha nem realizálja. A főszereplő oldaláról nyilván, hát a csávó az egy biodíszlet gyakorlatilag. Kicsit erős, de oké. Hát igen, ő nyilván azért létezik, hogy egy sztereotípiát testesítsen meg, egyébként tökéletesen mellesleg. Igen, de én azért se látom tragikusnak a helyzetet, mármint a főszereplő lelki üdvössége szempontjából, hogy végig bűntudatot és megbánást is tanúsít, és hogy végig ott látjuk, tehát végig kísérjük ezt a belső dilemmát, hogy basszus, mekkora szarba kevertem magam, és szerintem végig ott van ez az impending doom érzés, hogy basszus, ebből hogyan lehet kijönni. És hogy azt is megmutatja, hogy egy nagyon pitiáner hazugság az hogyan tud odáig eszkalálódni, hogy gyakorlatilag ilyen number one ellenség leszel. Ami még külön tetszett, hogy nagyon jól bemutatta, és szerintem el is ítélte ezáltal azt a jelenséget, amikor beindul az internetes lincselés, és az tényleg nagyon ijesztő is volt látni, hogy basszus, ez egy film, és tényleg így viselkednek az emberek, tehát hogyha valaki canceled, akkor onnantól kezdve te vagy a number one public enemy, onnantól kezdve valahogy legálissá és morálissá is válik az emberek szemében, hogy kiadjanak rólad minden létező információt, hogy bántalmazzanak akár verbálisan, akár fizikailag, és egyébként ami duplán ijesztő, hogy ilyen a valóságban is van. Tehát nekem az első, aki beugrott erről az egész sztoriról, bár kicsit más a történet, az a csaj, aki number one trending lett, miután megosztott egy szerintem egyértelműen szarkasztikus, de rasszistaként értelmezhető tweetet. Justin Sacco-nak hívták, azt hiszem, vagyis még mindig úgy hívják, ha csak nem nevet változtatott emiatt. Simegkézem belőle. Meg is érteném egyébként, de hát ott is az volt, hogy amíg leszállt, tehát hogy onnantól kezdve, hogy felszállt a gépre, odáig, hogy leszállt a gépről, number one trending és első számú közellenség. És azért azt megtapasztalni, főleg fiatalon, vagy igazából bármennyi idősen, azért kibaszottul traumatikus. És ezt a részét is megmutatta, hogy ez mivel jár, hogy igazából egyik oldalt se állította be szerintem kifejezetten szimpatikus fényben, vagy egyiket sem ábrázolta olyan fényben. Nem, a legkevésbé sem. Egy nagyon-nagyon éles társadalomkritika egyébként ez a film, és tökéletesen meg tudja mutatni egy fiatal, maradjunk a női példánál, egy fiatal nőnek a pillanatnyi állapotát, hogy 25 évesen mit él át, hogyan éli át ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen tök jó, mert a film igazából eljut arra pontra, hogy a karakter Dani
tanuljon belőle valamilyen szinten, és elkezdjen fejlődni, még hogy ezt a film nem is mutatja már be. Igen. Igen. Meg igazából azok a karakterek, akiket közben megismerünk. Ugye ott van az egyik legjobb karakter szerintem a kislány, aki egyben egy ilyen, hogy lehetne szerinted jellemezni, mármint mi az ő pozíciója vagy szerepe, ilyen társadalmi, nem tudom. Úttörő? Hát úttörő, nem is tudom, tényleg. Beszédeket tart és tüntetéseken vesz részt. Hát ilyen Greta Thunberg-es kicsit, sokkal szerethetőbb mellesleg, legalábbis számomra. Igen, viszont azért tegyük hozzá, hogy annak a karakternek az egyik legtragikusabb része az, hogy egy iskolai lövöldözés túlélőjeként. Igen. Van, ami tök jó, mert igazából tökre érintőlegesen foglalkozik ezzel a témával, de ugye a Zoe-nak a karaktere az viszont eljár egy ilyen terápiás csoportba, és ott viszont az emberek megosztják egymással az érzéseiket, azt, hogy mit tapasztalnak, hogyan élnek, hogyan gondolkodnak, hogyan próbálják meg feldolgozni ezeket a dolgokat, ami nem szerintem nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni. Részben a film értékehez, részben pedig a karakter fejlődésében is mennyire nagy szerepet vállal, miközben egyébként, ha belegondolsz, az egész úgy indult, hogy ő nem is akart ott lenni. De igen, meg egy kamu. Tehát az egész kiváltója az igazából ez a hazugság. Persze. És az ott végig ott van a háttérben, viszont neki tényleg segítenek ezek az alkalmak, mivel itt talál barátokat, talál társaságot, egy megértő közeget, stb. És szerintem voltak olyan pillanatok, amikor ő már azonosult ezzel az egész hazugsággal, mert sokkal befogadottabbnak és megértettebbnek érezte magát ezáltal, mint amikor előtte volt. Ja, ez nem volt értelmes mondat. De Figyelj, nagyon röviden úgy lehetne ezt fognani, ez egy mesés pszichológiai utazás. Hát azt mondjuk egy LSD tripre mondanám, igen. Nem, szerintem ez egy tök jó... Igaz, bocs, ez egy másik film közösségi volt. Élmény, vagy megtapasztalta a közösség élményét, viszont ez külön rávilágít egy olyan problémára, ami egy igenis létező probléma, hogy a legtöbb ilyen önsegítő csoport, vagy egyáltalán a pszichológiai, vagy lelki segítségnyújtás, az egy nagyon kis csoportra korlátozódik, és sokszor maguk a szakemberek is, és a társadalom is úgy ítéli meg, hogy csak akkor van jogod terápiára menni, csak akkor van jogod pszichológushoz menni, csak akkor van jogod önsegítőkörbe menni, hogyha valami nagyon durva trauma ért. Tehát, hogyha neked csak annyi a problémát, ez kifeltételezi egyébként, vagy ez nagyon sokan, és mindjárt mondok is rá példát, hogy nagyon sokan, én például benne vagyok ilyen, több ilyen önsegítő, vagy hát ilyen... És hogy ment? Facebook csoportban, ahol különböző emberek kérnek tanácsokat, ilyen lelki dolgokban, és ott is nagyon sokszor látom, hogy érkezik egy névtelen bejegyzés arról, hogy hát tudom, hogy ez nem probléma, meg hogy sokaknak még ez se jutott, és akkor felsorol 8 olyan dolgot, ami ugyanúgy probléma, csak lehet, hogy nem az a probléma, hogy nem tudom, meghalt a fél családot, hanem mindössze annyi, hogy mondjuk nem találod a helyed a világban, vagy nem tudod, hogy milyen karriert választ, és ez nyomaszt. És ez is egy probléma, magány önmagában probléma, nem kell ahhoz, nem tudom, 8 különfajta rákkal küzdeni, meg elveszíteni a fél családot, hogy jogod legyen segítséget kérni. És ez viszont ott is előjön, hogy ugye a csajnak gyakorlatilag mindenki azt mondta, a szüleitől elkezdve a munkatársain át, hogy neked nincs jogod szarul érezni magad, mert te nem vagy senki, nem ért olyan megpróbáltatás az életben. És invalidálták végig a csajt. És meg hát ugye hallani olyan sztorikat is, hogy felhívod a segélyhívót egy azzal, bármi mással, mint ami az, hogy le fogok ugrani ebben a pillanatban, rád basszák a telefont. Tehát hogy nem egy ilyen történetet hallottam, és hát ez is szerintem rohadt nagy probléma, és szerintem összességében ugyanúgy, mint ahogy a Jokernél is az vezetett a Jokerré váláshoz, ami az, hogy az emberek gyakorlatilag végig belerúgtak és semmibe vették, ott ugyanígy, csak nyilván teljesen máshogy, meg teljesen más mértékben, de hogy őt is gyakorlatilag parkolópályára tették egész életében. És végre egyszer, nem tudom, egy hónapig úgy érezhette, vagy 2 hétig, nem tudom, meddig tartott ez az egész álmokfutás, de hogy addig azt érezhette, hogy most ő is valaki. Ezt szerintem tökéletesen jól is foglalta ezt az egészet, mert a filmnek tényleg a legnagyobb erényei azok közé mindenféleképpen azt tartozik, hogy ez egy tökéletesen jól bemutatja a karaktert, és egy nagyon-nagyon érdekes, mi ez a szó magyarul, a karaktertanulmány talán, ami leginkább körülírja. Esettanulmány, igen, egyrészt, másrészt meg egy baromira jó társadalomkritika is igen. Egyben a film, ami szintén egy eléggé ritka dolog,
ha belegondolsz. Pláne, hogy a legtöbb film esetében bele sem mennek ilyen szintű részletekbe. És itt azért elég sok minden foglalkozott. Tehát Danny egy rész volt, ott volt a másik része az, hogy az iskolai lövöldözés túlélői és társaik, azok, amik még szintén benne voltak ebben az egész történetben, ami még többet pakolt rá egyébként. És az számomra igazából a lenyűgözőbben az egész filmben, hogy nem roppant össze attól a súlytól, amit cipelnie kellett. Mert volt egy főszereplőd, akinek elég komoly gondja volt, eléggé keményen szenvedett a magánytól, amire egyébként rárakott még egy pár lapáttal, viszont ott van a másik nem kevésbé fontos téma, mint például az iskolai lövöldözés, és valahogy mégis nagyon-nagyon minimálisan, de valahogy úgy tudta beleszűrni a történetbe, hogy ne érezd rajta azt, hogy ez már megint valami propaganda akar abszolút, lenni, hanem... Nem is volt szerintem. Persze, hanem hogy ez egy tök normális dolog, és valahogy úgy próbálja meg felhívni rá a figyelmet, ugyanúgy, mint hogy magányra is megpróbálja felhívni a figyelmet, és ebből a szempontból szerintem ez a film fantasztikus dolgokat tudott véghez vinni, ami csak nagyon-nagyon kevés, főleg manapság, főleg a fiatalok szempontjából. Igen, és ami külön tetszett, és talán te is utaltál rá, hogy nem foglalt állást, és mindennek, gyakorlatilag minden jelenségnek és minden karakternek megmutatta a szerethető és az árnyoldalát is. Tehát, hogy nem nagyon volt fekete-fehér értékítélet senki felett, talán Dylan O'Brien karakterét leszámítva, aki egyébként. Jó, de ott meg kellett. Nyilván kellett. Meg a comic relief azért ott eléggé szükséges volt szerintem. De hogy amúgy meg egy teljesen tárgyilagosan mutat be mindent, úgyhogy elper egyben beszél egy olyan szereplőről, akivel egyébként nem kell, hogy szimpatizálj, és nem is szimpatizálsz sokszor. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Dylan O'Brien karakterével kapcsolatban, amit én leszűrtem ebből a filmből, az hogy igazából végig baromira vicces volt, de onnantól kezdve, hogy megtörténik az a bizonyos jelenet azon a bizonyos bulin, onnantól kezdve tök másképp tekintesz. Onnantól félsz tőle. Tehát addig volt egy nem ilyen... Nem tudom, hogy ez a jó szó erre, de... Én nálam igen, tehát abszolút, mivel hogy találkoztam ez az ember típussal, nem volt ennyire kisarkítva, de ahogy ott viselkedett, az szerintem azért vannak ilyenek köztünk. És az, hogy egész addig egy ilyen komikus, eltúlzott, nevetséges stoner karakter volt, onnantól viszont kapott egy nagyon dark edge-et az egész sztori is, meg a karakter is, szerintem. Igen, viszont ha jól emlékszem, akkor pont, hogy a film legvége felé volt a legnagyobb poénja az egész mozinak. Aha, tudod, mire gondolok. Szerintem az még előtte volt, és tudom, mire gondolsz. Van egy nagyon ikonikus mondat. Nem, az tudni biztos, hogy utána volt, mert az után volt, hogy egy csajt kirúgják, nem? Nem, szerintem az még az elején volt. Biztos, hogy nem az elején volt. De tök mindegy, igazából hol volt, mert minden esetre igen, van egy nagyon ikonikus mondat a sráccal kapcsolatban. Ami egyébként impro volt. Csomó, igen? Igen, mert néztem egy interjút, és ott azt mondták, hogy ott egy csomó helyszínt kipróbáltak, és mindig más mondtak be a felvételnél a csaj. Úgyhogy, hát igen, szóval a legjobb poén az egész filmben az igazából egy improvnak köszönhető. Na, hát ez emiatt külön színpi lesz az egész. Yeah. Nem akarok hülyeséget mondani, ezért inkább rákérdezek, ki a rendező? Kinél kérdezel rá? Nyilván a hallgatóidat kérdezem, akik egyből tudnak is válaszolni erre a kérdésre. Nagyon helyes, mert hogy éppen live-ban vagyunk, élőben, egyenesben, New Yorkban. Szóval valakinek van valami tippje, akkor nyugodtan telefonáljanak be. Queen Shepherd. Bocs, megeleztem mindenkit. Queen Shepherd. Akkor benéztem. Igen. Miért? Valamiért nekem egy másik név volt a fejemben, de akkor tárgytalan. Ezek után kíváncsi vagyok, hogy ki. Én nem fogom soha elmondani. Nem. Túl kínos lenne. Egyébként a hölgy nagyon fiatal. Igen. Ha jól tudom, akkor ez már a negyedik önálló saját egészestés játékfilmje, amit mi 2018-ban kezdett el írni, és igazából a Covid környékén volt az, amikor nagyon-nagyon rá hangolódott erre az irányra. Zoe Deutsch meg még az előző filmét forgatta, szintén egyébként Dylan O'Brien-nel. Nice. Ugye? És Zoe mesélt neki egyébként erről a filmről, és hogy baromira lelkes volt emiatt, és nagyon-nagyon várta, hogy megcsinálhassák. És hát szerintem az egész világ gazdagabb lett azáltal, hogy megcsináltak ezt a filmet. Mindenképpen. Ez egy olyan film, amit tényleg amellett, hogy szerintem szórakoztat is sok ponton, amellett van mondani valója. Tehát tökéletes átmenet azok között, a filmek között, amit azért nézel, mert lefoglal, mert kikapcsol, meg azok között a filmek között, amit azért nézel, hogy mondjon neked valamit, vagy hogy hozzád tegyen valamit. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ezzel a mondatoddal kb. Azt írtad körül, hogy ez a film tökéletesen tudja ötvözni a mainstreamet és a művészfilmet is. Akár így is fogalmazhatunk, bár... Nekem ez azért is nagyon érdekes kérdés, mert igazából ez nem az a film feltétlenül, amit előkapsz bármilyen szituációban, viszont hogyha nagyon-nagyon lent érzed magad, akkor előkapod, pedig nem ez lesz az a film, amit fel fog emelni. Igen. Azért a végén ott van a,
nekem az is tetszett, hogy nagyon nyitva hagyták a végét. Tudom, hogy neked sem. Nem. Én nagyon nem szeretem a nyitott filmeket ilyen szinten, de egyébként egyetértek azzal, hogy zseniális, és hogy ez így volt tökéletes. Hogy így működik a valóságban is, hogy egyébként több befejezést forgattak. Na, ez például érdekes, mert kíváncsi is lennék, hogy mik az alternatív verziók, de szerintem a valóságban is ez van, hogy valakit felkap az internet, persze. Egy hónapig utálják, mindenki róla beszél, aztán szépen lassan lelepszik ez is. Hát jobb esetben, hogy elég szerencsés, akkor igen. Hát kevés az olyan eset, amikor nem láttam ennek a egyrészt újraértékelését, mert egy idő után meg fognak jelenni azok a hangok, amik azt mondják, hogy oké, hibázott, de persze. Arányos-e a reakció azzal, amit csinált. I mean... És ez valahol reményt ad, hogy, mert sokszor én is így érzem magam az interneten, tehát akár milyen fórumot látogatok, akár Facebook, akár Reddit, hogy igazából annyira erős ez a csorda szellem, meg ez a fekete-fehér gondolkodás, hogy... Mert pont azt a két oldalt látogatod, amit tele van. De velük. Most figyelj, bárhol máshol megnézed a komment szekciót. Nem szoktam kommenteket olvasni ilyen szinten. Jobb is egyébként. Tudom. De hogy tényleg, tehát az emberek egyrészt nem néznek utána a dolgoknak, nem gondolnak bele a dolgok persze. Hátterének, semmilyen empátia nincs velük, vagy bennük senki iránt egyébként, mármint a történet egyik szereplője iránt sem. Az olyan történeteknél sem, ahol van egy egyértelmű elkövető és áldozat. Gyakorlatilag egy ilyen hatalmas echo chamber az internet, ahol valaki elkezd gondolni valamit, és felkapják ezt a gondolatot, és utána mindenki ugyanazt gondolja, ha te nem, akkor megköveznek. És mindig van egy ügyeletes ember, akit utálni kell, meg akit szeretni kell, és nincsenek nüanszok, és ez nagyon ijesztő, és tényleg így működik sok esetben az internet, meg az emberek, de azért ad valami, egyrészt azoknak, akik hajlamosak az ilyen gondolkodásra, bár azoknak apparently nem mondott semmit, mert hogy ők továbbra sem értik ennek az egésznek az üzenetét, mindegy. Én nem is értem, hogy tehát még nekem sem feltétlenül 100%-ig tiszta, hogy mi volt az üzenete, de mégis szerintem... értékelni tudom, és a helyén tudom kezelni ezt igen. A filmet. Igen, meg szerintem nem, tehát nem úgy van üzenete, hogy most akkor így mondd valamit, hogy ezt csináld, meg ezt ne csináld, hanem hogy minden éremnek két oldala van, és hogy nem kell feltétlenül ahhoz szar embernek lenni, hogy szar dolgokat csinálj. Mert szerintem egyébként a főszereplő nem volt szar ember, és jó sem. Tehát egy tök átlagos ember volt. Egy tök átlagos szürke volt. Igen, és hogy ez is kicsit segít az embereknek talán, vagy legalábbis szerintem kéne, hogy segítsen az embereknek megérteni, hogy nem minden fekete-fehér, és hogy nem... De itt a világ általában nem hősökből, meg gonosztevőkből áll. Hanem van köztük a közömbös közeg. Hanem van köztük olyan, akit fő gonosznak állítanak be, úgyhogy egyébként nyilván amit csinált, az validálja valamilyen szinten, viszont attól ő még nem lesz valami, nem tudom, sátán reincarnated. Hát, ez nagyon nehéz megítélni egyébként, mármint ez nyilván emberes szituációja válogatja, hogy lehet-e vagy sem. Szóval én azért nem látnám ezt ennyire nagyon-nagyon drasztikusan. Viszont a Nem Oké, az tényleg egy nagyon jó film, én mint tud nyújtani. Talán az egyetlen olyan mainstream film, ami hozzá tudott tenni az emberhez. Igen. Szerintem. Ráadásul streamingen. Hát azért az egyetlen, azt nem mondanám, de, hát, de egyike azon filmeknek, ami nem feltétlenül jó, indie film, és igen. Jó, és persze az idejévre gondoltam, hogy elsősorban. Ja, legalábbis hát, én nagyon kevés olyan filmet láttam, ami hozzám tudod volna tenni bármit is. Viszont azért ez a Nem Oké, amióta láttam, ami szerintem most már legalább két hete, azóta kb. Minden nap eszembe jut, és nagyon-nagyon nehezen tudom túltenni magam rajta. Pedig ez nem egy olyan tömény dráma, ami tényleg úgy belét hatol, és nagyon-nagyon mélyen, és veled marad, és a többi, hanem tényleg csak arról van szó, hogy elgondolkozol rajta, és igazából szerintem minél több időt telik el, annál másképpen benn fogod látni. Igen. Ez egy nagyon hülye szó volt. Értem szerintem, hogy mire gondolsz. Akkor jó, akkor már legalább egyedül vagy vele. Igen, de írjátok meg a komment szekcióban, hogy szerintetek mire gondolt, ha eljutottatok ideig. Én úgy vagyok vele, hogy nem csak a történet szempontjából és a mondani való szempontjából is kiemelkedő, hanem a maga a filmkészítés, mint művészet szempontjából is. Tehát ez egy nagyon kompetens film. Talán az első szó, ami beugrott, miután befejeztük, az, hogy kompetens. Jól tudja vezetni a történetszállat, jó az operatőri munka, jó a style, jó a tónus, nagyon el van találva a tónus. Azt igen. Nagyon kevés filmnél van általában a tónus. Tehát, hogy én azt látom sokszor a mai filmeknél, vagy igazából bármilyen filmeknél, hogy lenne mondjuk egy tök jó sztori, vagy egy tök jó helyszín, vagy egy nem tudom, tehát valami jó, és hogy a tónus rontja el, hogy így nem tudják, hogy milyen,
hangnemet kövessen az egész film. És itt viszont nagyon jól eltalálták azt, hogy alapvetően ez egy dráma, de voltak benne nagyon vicces jelenetek. Igazából az egész egy dramedy. Uh-huh. És nem lép át soha így teljesen az egyik. Hát a komédia irányába biztos, hogy nem megy el a dráma irányába. Szerintem a vége felé már nagyon-nagyon elindult a dráma irányába. Eléggé elmegy, de hogy nem tudom, tehát sosem éreztem erőltetetnek egyiket sem. Ja, egyáltalán nem az, persze. Tehát annál azért, hál' az énnek egy kicsit jobb ez a film. Igen. Mint hogy erőltetetlen. Igen, tehát szerintem nagyon, tényleg nagyon kompetensen volt ez kivitelezve. És abszolút ezek után tényleg szeretnék látni több filmet is a rendezőtől, aki egyébként elvileg benne is volt az utolsó jelenetben. Ami engem mindig ledöbbent. Bár ezt nem tudom, ezt csak úgy hallottam. Benne volt. Igen. Ő volt a csaj, aki beszólt neki. Igen. Tulajdonképpen, hogyha nem ő lett volna, akkor valószínűleg kicsit jobban fogadom, de így most már egy kicsit azért furcsán nézem, hogy miért? Muszáj volt beülnöd és eljátszani egy szerepet, ahol kommentálod a csajt, és tulajdonképpen szélfikázod. De szerintem ez tök jó. Hát ezzel is, amit ő hozzátett, az egyébként szerintem megint csak egyrészt kritika a karakternek is, uh-huh. és részben jogos kritika, másrészt pedig szerintem csak egy ilyen vicces kikacsintás a közönségnek. És a nézőknek. Mert amennyiben tudnak róla. Hát nyilván fognak tudni, miután kijött a film. Tehát... Hát, meg igazából engem nem érdekel. Tehát, szerintem egy fun fact, hogy benne volt, de úgy különösebben nem vett el attól a jelenettől, vagy nem is adott hozzá semmit. Hát, most ha nem tudtad volna, hogy ő az, akkor zavart volna, hogy ott van ez a komment. Igen. Miért? Ez tényleg egy olyan komment, ami várható ezek után valakitől. Persze. Nekem inkább az a bajom, ha van bármivel is bajom, hogy tényleg az a rendező volt, és akkor egy kicsit úgy érződik, hogy mint hogyha belemenne még, és akkor még egy kicsit így abban hozzátenne, de hát igen. Na mindegy. Szóval szerintem egyébként ez nem oké, ez tényleg egy nagyon-nagyon durván oké film volt, nagyon-nagyon jó volt, szórakoztató volt kellően, elgondolkodható volt, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, főleg úgy, hogy Disney Plus-ra érkezett, oké, hogy kint Hulu, de érted? Meg nagyon-nagyon szórakoztató is volt. Tényleg azt érezted rajta, hogy utána, hogy egy kicsit több lettél, mint volt el előtte, és egy kicsit tényleg azt érzed, hogy egy kicsit másképp közvetlen tekinteni a világra, nem? Valahol felnyitja a szemed. Részemről nem, mert... Jó, de egy átlag néző, egy átlag ember hát szempontjából nyilván azért... ember függő, mindesetre mindenképpen érdemes megnézni, tehát hogy szerintem csalódni senki nem fog benne. Hát csalódni szerintem nem is lehetne ebben a filmben, mert azért annál egy kicsit jobb. Úgyhogy igen. Szóval ez volt a Nem Oké, ami nagyon is oké film lett, és amit egyébként szerintem tényleg érdemes megnézni, jelenleg abszolút. A Disney Plus-on elérhető. Hát, ha még nem látta valaki, bár pedig szerintem nagyon sokan nem láttak, főleg itthon. Szerintem senki nem látta kb. Több, mint valószínű. Zoe Dács, gyerekek. Zoe Dács, kinek kell ennél több? Zoe Dács? Már csak azért is. És Dylan O'Brien karakteréért direkt külön érdemes megnézni. Nem tudom, mert őt utána nagyon meg fogják utálni. Szerintem az elejétől fogva, de ez volt a szerepe. Vagyik több, mint valószínű, de egyébként ő is tök érdekesen került be ebbe a projektbe, most azt inkább hagyjuk. Viszont azt hiszem az ő ötlete volt az, hogy kiszökítsék a haját. Szóval... Akkor viszont lehet, hogy van valami konfliktus ott Pete Davidsonnal. túl sok a párhuzam. Hát engem semmi sem lehetne meg Pete Davidsonnal kapcsolatban, meg amúgy sem, szóval igen. Nem, de szóval a Nem Oké, az tényleg egy nagyon jó sikerült kis film volt, ami elég mainstream, nem lehúzós, nem kimondottan fogja lehozni az embert az életről, meg bármilyen más szerről sem, hanem tényleg egy kellemes kikapcsolódás, ami elgondolkodtat. Szerintem mindannyiunkra ráfér egy ilyen film hébe-hóba, és azért ez még egy viszonylag a fiatalabbakat célozta meg, de szerintem egyébként nem csak a 25 évesekre igaz, viszont elsősorban tény és való, hogy ők szenvednek ezektől a problémáktól, ennyire jelentőség teljesen szerintem, mert azért az én generáció már nem szenved ezektől ennyire. Mi már elfogadtuk azt, hogy egy idő vagyunk. Ez egy nagyon egyértelmű az én generációra írt, vagy zillenial generációra írt. Ami tökéletesen, mert a rendező csaj 28 körül van, szóval. És tökéletesen leírja egyébként a csajnak a karaktere is azt az ilyen megrekedtek két csoport között. Mm. Tehát azt a köztes létet, ami ugye az Z meg az Y generációnak az átmeneti csoportjába tartozik. Szerintem mindenkinek érdemes megnézni, annak is, aki korosztályilag érintett, annak is, aki már túl van ezen, vagy esetleg még csecsemő, és
A csecsemőknek is ajánlod ezt a filmet? Mikortól kezdődik az Z-generációhoz? Mert mint konkrétan még kell néha szenz, mert a csecsemő tudna tanulni belőle, szóval nem fogja elkövetni ugyanezeket a hibákat, nem fog belekerülni ebbe a helyzetbe. Pontosan, pontosan. Szóval ebből, oké. Okay. Pontosan. Hát igen, elsősorban szerintem a fiatal felnőttek fognak tudni mit kezdeni vele, főleg a sok utalással és egyebekkel. Viszont akkor itt van egy még durvább gondolat. Miért van az, hogy ez a film sokkal jobban tud működni, és sokkal könnyebb vele azonosulni, mint teszem azt mondjuk egy modern fiataloknak szóló sorozattal, mint mondjuk az Eredendő bűn? Pontosan azért szerintem, mert hogy nincs benne erőltetett kommentár, sőt, semmilyen kommentár. Igazából nem kommentár van benne, hanem azáltal foglal... Korkörkép. Igen, tehát azáltal mond el valamit, ahogy a filmnek ezt kellene tennie, tehát hogy bemutatja. Igen. Illetve nekem az is, szerintem ami miatt még sokkal hitelesebb, hogy nem félnek beleállni az ilyen témákba, hogy igenis lehet, tehát igenis a mentális problémákról beszélni kell akkor is, hogyha elsőre nem mondod meg az illetőről, és hogy igenis vezethet látszólag Pityánernek tűnő dolog is hatalmas katasztrófához, hogy igenis vannak következményei annak, ha hazudsz. Nagyon sok olyan üzenet van benne, ami nem ilyen handfisted, hanem tényleg a sztorin keresztül mutatja meg ezeket. Uh-huh. És szerintem nagyon természetes, minden karakter Dylan O'Brien-t leszámítva teljesen emberi, és abszolút, abszolút érthető motivációkkal, meg problémákkal, meg egyebekkel. Autentikus talán ez a legjobb szóválasztás. Igen, teljes mértékben autentikus, és tulajdonképpen tényleg annyira jól eltalálja mind a hangulatot, mind a hangnemet, mind a stílust, hogy valahogy egyszerűen csak csodálkozol, hogy basszus kulcsi, tényleg egy 27-28 éves hölgy ennyire jó filmet tud rendezni. Igen, igen. Abszolút, abszolút érdemes követni az ő munkásságát, én azt mondom ezek után. Ne kiabáljuk még, lássuk meg, hogy mit csinál legközelebb. Azért sem kiabálnám el, mert megint csak elfelejtettem, hogy hívják. Bármint eddig én voltam a szenéled, azért nem megjegyezni Quinn Shepherdnek a nevét azért most már, igen. Főleg, hogy ennyire írjátok tetszik a film. Írjátok fel, mert azért érdemes. Ha az összes többi filmje is olyan, mint ez, akkor azt mondom, hogy van remény Hollywoodban, és legyen is ez a záró mondat. Mindaddig, amíg be nem szippantja az igazi mainstream, elrontottad és jön a záró mondatomat, pedig annyira szép lett volna. Szép is volt. Én egyébként nagyra értékelem. Ügyes vagy, nagyon. Köszönöm, nagyon. Köszönöm. Legalább egy mondatot eltaláltál ebben a mai adásban. Legalább. Hát figyelj, kicsit úgy éreztem magam végig, mintha folyamatosan egy ilyen low-key stroke-om lenne, mert sose találtam a megfelelő alanyállítmányt, de... Meg is látszott. De remélem azért a mondani való átjött a hallgatóságnak. A mondani való pedig az, hogy nézzétek meg mindenképp ezt a filmet. Nekem csak annyi jött le ebből az egészből, hogy... Ennyire kevés lejött. Jó éjszakát! Jó éjszakát köszönjük mindenkinek, aki velünk volt ma, és ez volt már a BMW. Találkozunk legközelebb egy újabb adásban, ahol beszélni fogunk két animációs filmről minimum, amiket szerintem érdemes lenne megnézni. Sőt, én tovább megyek, lehet egyébként, hogy beletenném egy harmadikat is, amiről egyébként már beszéltem ebből a műsorban. Ezt vegyem fenyegetésnek? Nem, de ez egy olyan film, amit ajánlottam neked a Netflixen debütált. Szintén egy ilyen wannabe Pixar, kinda. Az a tengeri szörny, és ami olyan, mint az így neved a sárkányot, csak tengeri szörnyekkel. A Luka? Ne, az Pixar. Bocs, nem vagyottam ki. Kösz szépen. Fogalmam sincs, miről beszél, de majd valószínűleg ez is kiderül. A Sea Monster, vagy mi volt a címe? A tengeri szörny, azt hiszem ez volt a magyar címe, ha jól emlékszem. Mindjárt mutatom a borítóját, vagy plakátját, hogyha megtalálom. Nekem mutathatod, de ezt a hallgatók nem fogják feltétlenül értékelni. Ha csak nem bevágunk a végére egy ilyet. Itt a Sea Beast, azt hiszem ez volt a... Nekem ezt nem mutattad, viszont nagyon cuki a borító alapján, úgyhogy... Plakát, nem borító. Plakát, pardon. A filmeknek plakátjuk van, nem könyv. Ez egy DVD, és borítója van a gyemékén. Oké, ez mondjuk egy fair point lenne, hogyha nem Netflixen debütált volna a produkció, akkor lehet, hogy lenne DVD belőle. De én még a 90-es évek gyermeke vagyok. De meg a 80-asok, én nálam még a VHS is menne, szóval ezzel nem jutott el be. Na mindegy, szóval szerintem egyébként érdemes lenne megnézni ezt a filmet is, mert az is nagyon-nagyon jó, és valahogy sikerült tökéletesen megragadni ugyanazt, amit szerintem a Lightyear-nak meg a Luck-nak sikerült. A Luck-ot mindenki nézze meg egyébként a következő adásig.
mert Reszterg egy nagyon-nagyon különleges film. Úgyhogy a Lackról, a Lightyear-ről, és szerintem a Sea Monsterről is, vagy Sea Beast, vagy mi az Isten volt ennek a címe, erről is beszélni fogunk legközelebb. Már pedig köszönjük mindenkinek a figyelmet, iratkozzatok be a csatornára, még nem tettitek meg, nyomjatok kommentet, lájkot, öt csillagot, mit tudom én, mit szokás csinálni a különböző platformokon, csináljátok mindenféleképpen, jelezzetek vissza, hogy hallgatjátok a műsort, élvezitek, ha van témátok, akkor nyugodtan javasoljatok bármit, akár lent kommentekben, akár a podkultpanelkukat.gmail.com címen. Igen, ezt most már megjegyeztem 2 hónap után, és most már minden baki nélkül képes vagyok kimondani. Azért már külön megérte felvenni ezt az adást. Mindegyik adás megéri, csak azért felvenni. Szépen lassan eljutunk odáig, hogy tudunk beszélni. Ez nagy haladás, így mennyi idő után. Tudnánk beszélni, hogyha nem olyan lennél, mint egy unalmas Shakespeare darab, ami állandóan csak monologizál. Mondja ezt az ember, aki már így 17 perce próbál leköszönni, 8 perce próbál leköszönni, de mindig fel kell hozni egy újabb filmet, amit a következő 8 adásban fogunk tárgyalni. Nem tehetek róla, hogy szeretem a filmeket és a sorozatokat, és nem tudok abba hagyni beszélni róluk. Na hát akkor ugyanerre hivatkozva. Jó, majd legközelebb. Igen. Lényeg az, hogy legközelebb ugyanitt. Ugyanekkor. Másik nap, de... Annak a kemény magnak, aki ideig eljutott. Így van. Téma a Lightyear, a Luck és a Sea Beast. Igen. És meg tudtam jegyezni. Hát legalább neked sikerült, nekem a tengerszörn. Én a magyart jegyeztem meg, az a tengeri szörn. Igen, igen. És nyomjatok meg minden létező gombot, ami segít az algoritmusnak eljutatni ezt az adást több emberhez. Így van. Ez mindjárt gyorsabb lett meg egyszer. És rövidebb. És rövidebb. Jó, ezt inkább adjuk. Na mindegy, szóval köszi még egyszer, hogy velünk voltál, köszi te is, hogy eljöttél, bárki is legyél, és visszajönünk legközelebb a következő adásból, tényleg kibeszéljük már ezt a 3 filmet. Hát nem mondd még egyszer, mi az a 3 film. Nem, igazából még egyszer meg akartam köszönni, hogy meghallgattak. What happened? Kicsit úgy érzem magam, mint a Palm Springsben, hogy belekerültem egy ilyen lúgba, hát és soha nem ér végig. Hát még aki hallgatja. Szerintem a sokan megkérdőjezték a valóságot. Nem hallottam ezt az elmúlt fél órában már legalább 5-ször. Oké, tudod mit? Van egy mondatom. Basszus, amin... nem tudja abba hagyni. Ez a mondatom, ez mindent meg fog magyarázni. Ez az élet értelme. Ez az élet értelme, esküszöm. Ez olyan, mint a törölköző, vagy a 44-es szám, vagy mi az 42. Isten. 42. 42. Közel volt. Mentőt. Lehet, hogy nem ártana. Nagyon meleg van a stúdióban legalábbis. Látszik. Köszi szépen. Szóval, tudni akarod, mi az a mondat? Igen, most már szerintem mindenki arra vár. Mindaz az egy ember, aki még nem ölte meg magát ettől a leköszönő szövegtől. Az nem te vagy, ugye? Ezt vág ki, mert a YouTube-on nem lehet a gyilkosságról beszélni. Ezt is vág ki. Szuper, most akkor mindenki dolgozik. Nagyszerű. Oké, okay, nagyszerű, semmi baj. Na, halljuk a mondatot. Popkultúrában nagyon gazdag hetet kívánok. Frasier has left the building.